Napsütéses idő, Szekszárdon üres játszóterek, az utcán kevés ember sétál. Sokan betartják a központi intézkedéseket, és otthon maradnak a jó idő ellenére. Viszont még mindig sok idős embert lehet látni, az utcákon sétálni, vagy a házak előtt tennivenni. Pedig a legfrissebb felmérések szerint Olaszországban a koronavírus miatt elhunytak átlag életkora több mint 79 év. Ennek ellenére a megyeközpontban sok idős férfit és nőt lehetett az utcán látni. Nem megyek sehova. Bezárkózok. Egy kicsit lejövök ide a kertbe. Egy fél órára visszamegyek. Hiába kéri a kormány és a vírus terjedésének lassításáért felelős hatósági szervek, hogyha lehet, senki ne menjen indokolatlanul közösségekbe, ezzel sokan nem törődnek. Eközben szinte valamennyi szolgáltató, szinte kivétel nélkül arra kéri az ügyfeleit, ha lehet, online fizessék be a számlákat, és kerüljék a személyes kapcsolatokat. Ehhez most sokan próbálnak a szolgáltató cégek munkatársaitól személyesen segítséget kérni. Maszkom nincs, próbáltam egyedül készíteni, majd fogok is, mivel nem tudok hozzájutni. Ezt is fertőtlenítettem a bankba, kijövet, bejövet, de talán ez a legjobb megoldás, hogy mindenki maradjon ott, ahol van, és maradjon otthon tényleg. Azt hiszem, komolyan kell venni, mert nem szeretnénk bajba keverni se másokat, se önmagunkat. A megelőzés segítő információkra főként a fiatalabb generációk tagjai fogékonyak. A munkaterén egy kicsit. Ugye ott munkahelyen ugye az étkezőben 10-nél többen nem lehetünk, akkor egy-két olyan helyiségben nem lehetünk, 3-nál vagy 4-nél többen, ugye. Meg maszk, meg kesztyű. De hát sajnos kell. Ugye az ember ne kapja el. Ha meg elkapja, akkor meg azért, hogy az embertársait megvédje. Az Olasz Egészségügyi Intézet nemrég olyan statisztikai adatokat tett közzé, amelyekből kiderül, hogy az elhunytak krónikus betegségei között a magas vérnyomás, a cukorbetegség és a szívbetegség a leggyakoribb kockázati tényező. A szakemberek kimutatták, hogy az elhunyt betegek több mint 48%-a 3 vagy több ilyen betegségben szenvedett, több mint 25%-uk 2 betegségben.